Győzelmi kényszer alatt utaztak a vízművekhez a nyíregyháziak, akiktől sérülés miatt hiányzott legeredményesebb játékosuk Fehér Béla. Ahogyan azt várni lehetett, a vendégeknek meg kellett küzdenük a két pontért, a hazaiak ugyanis a szezon legjobb teljesítményét nyújtották. Az NTK végül 3201 fát ütve 18 fával felülmúlta a fővárosiakat, így a többletfáért járó két pontnak köszönhetően 5-3-ra megnyerték a mérkőzés fintáik. Egy nehéz mérkőzésre számítottunk, bár abszolút mi voltunk a favoritjai ennek a párharcnak, de a tét az mindenképpen a mi válunkat nyomta. A végén a két csapat köszöntőjénél el is mondták a vízműves vezetők, hogy igencsak jó fát sikerült nekik hazai pályán produkálni, ezzel több meccset megnyertek volna, pont a ellenünk lévő aznapi meccset nem. Ez is jelzi azt, hogy a vízművek mennyire felkészült, és majdnem azt lehet mondani, hogy mindent egy lapra feltéve küzdött, és borzasztó nehéz volt nekünk, mert a Fehér Béla nem játszott, ugyanis sérült volt, már a Szanki mérkőzés után is érezhető volt, illetve több mérkőzés sérülten játszott le, és hogyha hozzáteszünk, hogy a legutóbbi Szegvár elleni idegenbeli mérkőzésen 30-nál végleg le kellett cserélni, akkor már előre vetítette azt, hogy neki hosszabb pihenőre van szüksége, de majd a mostani hétvégére mindenképpen, mivel egy nagyon fontos rangadó vár majd ránk, a Bilati Eger csapata látogat ide Nyíregyházára, így mindenképpen ő is majd dobóállásba szeretne lépni. A mezőny legeredményesebb játékos a nyíregyházi Magyarúsi Péter volt, aki 585 fát ütve szerzett pontot csapatának. Ezt az eredményt már régóta várta a csapat tőlem is. Egy nem várt vereség után érkeztünk erre a párharcra, egy nem kimondottan könnyű pályára. A budapesti vízművek csapata ellen egész héten nagy elánnal készültünk. Tisztában voltunk azzal, hogy ezen nagyon sok múlik ezen a mérkőzésen, és mindenki ezzel az elánnal készült a mérkőzésre, és azt mondom, hogy nagyon nagy szerencsénk volt a végén. Végig kontroll alatt tartottuk a mérkőzést, de végeredményben győzni tudtunk, és ez a legfontosabb. Az NB1 tabelláját az Eger vezeti 10 mérkőzésen szerzett 14 pontjával. Az egy meccsel kevesebbet játszó Nyíregyháza 12 ponttal a második helyen várja az egriek szombati vendégjátékát.